Üdvözlöm a kedves nézőket a Horgászat Határok Nélkül mai adásában. Rengeteg változatos és egyedi témájú műsort forgattunk már itt a Szentpáli Horgásztónál. Ezúttal nagy testű amúrokat szeretnék fogni, és a lehetőségekhez mérten megpróbálom kiszelektálni őket. Természetesen nem lesz könnyű a pontyokat félrevezetni, de minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy csak nagy testű amúrokat akasszak a horogra. Metodtechnikával pecázok, és az elkövetkező percekben megmutatom, miként készítem elő az etetőanyagot, hiszen a legfontosabb dolog, hogy minél hamarabb elkezdjünk beetetni. Mint már említettem, egy amúros pecára készülök, és a halak kiszelektálását az etetőanyag segítségével lehet a legjobban kivitelezni. Lehet önök is tudják, az amúrok jól reagálnak az erjesztett savanyú magokra. Természetesen ezeket az etetőanyagokat egy speciális technológiával erjesztik és savanyítják. Az amúrok kiválóan reagálnak a vajsavas és tejsavas kajákra. Ezeket az információkat figyelembe véve kell az amúros pecákra felkészülni, és ennek megfelelően erjesztett etetőanyaggal érdemes próbálkozni. A mai napra két tasak erjesztett kajával készültem. Ezeket már horgászatra kész állapotban forgalmazzák. A Natura aromát választottam a mai napra, amely természetesen tejsavat is tartalmaz. Egy zacskó tigris mogyorót is hoztam magammal. Ugyanakkor egy tasak főt vajsavas kukoricával is készültem, illetve vajsavas ízű 3,5 mm-es mikropelletet is hoztam magammal. Ezeken kívül még van nálam prokorn is, amit nem az etetésre fogok használni, hanem a peca közben vetem be, a pelletek összeragasztása céljából. A keverékem előkészítése roppant egyszerű. Előbb az erjesztett kaját teszem az edénybe. Láthatják, hogy benedvesített állapotban kerül a zacskóba. A nagy testű halak esetében legtöbbször nem szükséges az etetőanyagot átszitálni. Tehát két tasak natur aromájú erjesztett kaja. Ezt követően egy zacskó tigris mogyorót adagolok a keverékemhez. Egy pár szemet azért félreteszek, ha esetleg a horogra is kell majd akasztani. Ezután jól összekeverem, és a magok segítségével szétzúzom a gombócokat. Ezt a keveréket nem ajánlom nagy távolságok meghorgászására, ugyanis nem ragad össze eléggé. Ilyenkor szoktam egy fél zacskó prokorn kaját is hozzáadagolni, mivel ez a kukorica alapú etetőanyag segít a keverékem összeragasztásához. Amíg az etetőanyagom pihen, előkészítem a pecához használt vajsav aromájú pelleteket is. Ez is roppant egyszerű művelet. Beleteszem az edénybe, majd körülbelül fél palacknyi vajsav aroma koncentrátumot adagolok hozzá. Ezt követően vizet öntök a keverékemre, és jól összekeverem. Azt ajánlom, hogy használjanak gumikesztyűt, hiszen a vajsav koncentrátumnak nagyon erős, szúrós szaga van. Pelleții foarte important las
A pelleteket 7-8 percig hagyomázni, majd ezt követően megmutatom, miként kell a metod kosarat megtölteni, vagyis mit adagolok hozzá, hogy a keverék összeálljon és nagyobb távolságokra is be tudjam dobni. Eljött az ideje, hogy beetessünk, mivel telik az idő, és az időszak kiváló az amúrok horgászatára. A No Limit botot fogom használni az etetésre, mivel ezzel akár 300 g-ot is be tudok juttatni az etetésre. Így rövid idő alatt nagy mennyiségű kaja kerülhet be a vízbe. 7 perc után leszűröm a víz felesleget. A peletek még nem szívták meg túlságosan magukat vízzel, de nem is akarom, hogy megpuhuljanak. Hiszen így el tudom kerülni a kis testű halakat. Nézzék, még kemény a pellet. Nagyon kevés prókornnal fogom összekeverni. Körülbelül ennyit, majd alaposan összekeverem. Két botot fogok ma bevetni, mivel nagy testű halakra horgászok, nem hiszem, hogy nagyon gyakran lesz kapásom. Ha pedig mégis, akkor csak egy botot fogok bevetni. Az egyik szereléket a nádas mellé fogom bedobni, mivel úgy tűnt, hogy ott a vízfenék keményebb. A másikat pedig az öböl felé dobom be, ugyanis ott széltől védett, illetve melegebb a víz hőmérséklete. Az etetőanyag keverékem kiválóan felhősít, így hamarabb feloldódik a vízben, és rövid idő alatt csalja az amúrokat az etetés helyszínére. Az itteni szabályok szerint nem használhatok 0,25-ös zsinórnál vékonyabbat, így a Benzar Method Feeder Dark Green 0,25 mm-es zsinórját fogom használni. Előkének pedig a Carp Expert Fluorocarbon sok liter zsinort fogom bevetni. Ebből körülbelül 1 métert fogok használni, abból a részből, ahol 0,25-ös vastagságú. Az egész hossz egy negyedét lelógatom, illetve az orsomra körülbelül 2 tekerést hagyok. Így az előkén végén 0,35 körülé lesz a zsinór vastagságom. Ennek köszönhetően közel hasonló távolságra tudom majd bedobni a zsinort, mintha textil előkét használnék. Egy órás várakozás után horogra akadt az első hal. És azt hiszem, hogy amúr lesz, mivel szokásához híven megütögette a csalit, ami ezúttal Prokorn Wafter volt. Hamarosan kiderül, hogy amúr vagy valami kis hal lesz. Nem vagyok hozzászokva, hogy két bottal pecázzak, de remélem, hogy boldogulok. A botom hegyét a víz felé fordítom, mivel az amúr oldalirányba is húz.
Nem vagyok benne biztos, de vagy összegabajodott a két zsinór, vagy a másik botomon is van kapás. Az amúrok esetében, ha mi kezdeményezünk, akkor a part felé fog úszni. A kezdő pecások gyakran bajba kerülnek, mivel a hal előbb a part felé jön, majd később teljes erejéből és teljes sebességgel megindul, és akkor szinte lehetetlen megállítani. Hú, egy szép amúr! Ezt nézzék! Ez a példány biztos 15 kiló feletti. Ez szép kezdés volt. Mindig hosszú szárú horgokat használok. Mindjárt megmutatom, hogyan egyensúlyozom ki a csalit. 17 kg, 800 g, tehát igazam volt. 15 kg feletti. Mivel meleg van, nem tartom sokáig a halat. Megmutattam a kamerának, most pedig szabadon engedem. Hú, majdnem elvitte a botomat. Megszökött. Vagy mégsem? Azt hiszem, ez a hal már a szomszédban van. Amíg mi fényképezkedünk, a hal majdnem behúzta a botomat. Szerencsére a hátsó karok segítettek. Alaposan összecsaptam magam. A mozgásából ítélve azt hiszem, hogy most ponty lesz. Nézzék, ez nagy valószínűséggel amúr lesz. Igen. Mint mondtam, soha sem úsznak egyedül, hanem több példány van, és minél melegebb az időjárás, annál aktívabbak szoktak lenni. Ellentétben a pontyokkal, az amúrok sokkal aktívabbak a meleg vízben. A pettyes busához hasonlítanám, mivel ez a faj is sokkal aktívabb a meleg vízben. Kétféle csalit használok. Tízes méretű Concourse Wafters, illetve a másik botomon Procorn Wafter van. Az utóbbi minden alkalommal bebizonyította, hogy kiváló az amúrok esetében. És meg is van. Hoppá! Meg akartam szorítani a féket, és már is megszökött a hálóból. Most kezdődik az, amitől tartottam. Most aztán ismét fáraszthatom, mert felébredt. Nem félek, ugyanis a Concourse botom eléggé hajlékony ahhoz, hogy az agresszív mozdulatoknak ellenálljon. Amikor a fejét rázza, a bot engedékeny, ugyanakkor sokat segít a hal fárasztásában. Meg kell kérjem Gabit, hogy ne engedje szabadon. Gabi az amúr visszaengedésével foglalkozik, amíg én a következő kapást fárasztom. Azt hiszem, hogy ez volt életem leggyorsabb nagyhalas pecája. Ezt jelenti az, ha megfelelően választjuk ki az etetőanyagot és a csalikat. Hú.
Szerencsére vannak itt horgásztársak is, akik tanúsíthatják, hogy nem rendeztük meg a pecát. Ha ilyen ütemben jönnek a halak, akkor az egyik botomat félreteszem. Ha a mór, akkor biztos 15 kiló feletti példány lesz. A mozgásából ítélve nem tévedek. Nagyon sokat számít a kis horog, hiszen kiválóan akad meg az amúrok és pontyok szájában. A jól meghorgászott tavakon már ismerik a horgokat. Ponty. Nem is látom jól, de úgy néz ki, hogy ponty. Az lesz. Megpróbálom még közelebb hozni. Ezt elintéztem. Szakításig feszült a zsinór. Ezúttal az orsóféket is használni fogom. Nem akarok ismét hibázni, hogy elszakadjon az előke. Most beszeretném mutatni a mai pecán használt csalikat. Két különböző terméket tesztelek, az egyik a Concorde Swatter 10-es és 6-os csalia. Természetesen itt a nagyobb méretet használom, a nagy testű halak miatt. A másik botomra pedig a Procorn Wafters csalit akasztottam, amit a nagy pontyokra szoktam bevetni. Szerintem nem annyira fontos a csali. Inkább az a lényeg, hogy mennyire van egyensúlyban a horoggal. Az amúr esetében úgy kell beállítani, hogy a horog hegye, illetve a fűzőlyuk a mederfenéken legyen, míg a csalinak lebegnie kell a vízben. Ezt láthatják most a képernyőn is. Ez az apró részlet nagyon fontos, ugyanakkor az amúrok esetében hosszú szárú horgot kell használni, ami lehet egy picit görbe. A horog hegye minél közelebb kell legyen a horog görbületéhez. Mivel a fűzőjukon áll, a hal könnyen be tudja szívni a csalit horoggal együtt. Az amúros pecákon a Benzar Concorde Scarp Devil horgokat szoktam használni, mivel ezeknek a hegye nagyon éles, strapabíró acélból készültek és természetesen hosszú szárral rendelkeznek. Bevallom, hogy a Dunán is szoktam használni, ha pontyra horgászok, de ez már más téma. A mai felszerelésem része a Concorde Method Feeder 420-as botja, amely 120 g-os dobósúllyal rendelkezik, és torai karbon az alapanyaga. A Benzar Long Cast Method 8500-as orsókat használom. Ezek ugyancsak nagyon erős és strapabíró orsók. Két cseredobbal kerülnek forgalomba. Bárki, aki ezt az orsót választja, minden bizonnyal meggyőződik a termék minőségéről.
egy nagy amúr. Biztos voltam benne, hogy rákap az erjesztett csalira. Itt figyelni kell. Csodálatos. Még most próbálkozik. Pontosan ezért jöttem ma ide. Egy pár csepp víz nem árt. Tizenkilenc kiló, majdnem 20 kilós hal, itt a Szentpáli tavon. Van súlya. Lassan a mai peca végéhez érkezünk, de még mielőtt elbúcsúznánk, szeretném, ha röviden összefoglalnánk a mai nap eseményeit. A mai horgászat nagyon viharosan indult, hiszen gyakorlatilag nehéz volt két bottal horgászni. A célom az volt, hogy kiszelektáljam az amúrokat, de sajnos ez nem sikerült. Így körülbelül 50-50%-ban fogtam pontyot és amúrt is. De nem bánom, mert sikerült egy közel 20 kilós pontyot is horogra akasztani. Két 15 kiló feletti amúr, amiknek nagyon örültem, ugyanis lehet, hogy ismétlem magam, de nagyon kedvelem ezeket a halakat. Nagy valószínűséggel a vajsav, illetve az erjesztett etetőanyag felkeltette a pontyok étvágyát is. Főleg a nyári, kánikulai időszakban, amikor a víz is meleg, a pontyok jobban reagálnak ezekre a kajákra, mint a hallisztes alapanyagúakra. A csalik között nem volt nagy különbség, de nagy méretű csalikat vetettem be, ugyanis nagy testű halakra horgáztam a mai napon. A 10 mm-es csoki narancsos konkorsz wafter, illetve a vajsavas prokorn wafter csalikat váltogattam. A legtöbb esetben a nagy halas kapásokhoz több napot is kell várni, hiszen az etetésre kell csalogatni ezeket, de ha masszív etetést végzek, mint ahogy itt is láthatták, illetve pontosan mérik be a távolságot, akkor sikeres lehet a peca. Főleg az amúr esetében az etetés közepébe kell horgászni, nem elé, mögé vagy mellé, ahogy sok esetben láthatták. Az amúr esetében az etetés kellős közepébe kell dobni. Ennyi volt mára. A legközelebbi adásig kívánom minden pecásnak, hogy görbüljön a bot. Viszontlátásra!